Április 16-án lezárult a Viapusz hálózatának átalakítására és bővítésére vonatkozó lakossági felmérés Biatorbágyon. Hogyan alakult a felmérésben való részvétel? 2020. októberében online lakossági kérdőívet adtunk közre. Erre akkor egyébként 350-en küldtek választ, ami körülbelül a lakosság 2,5%-a, ami elegendő is volt. És akkor valóban most tavasszal volt egy internetes véleményezési kör. A kész szakmai javaslatra, a tanulmányra adhattak észrevételeket. Ennek a feldolgozása most folyamatban van. A sok fontos eredményből kiemelhető, hogy a válaszadók nagy hányada előnyösnek tartotta, ha a jelenlegi menetrendi indulások fele ellenkező irányban közlekedne, majdnem 2,5-szer annyi volt az igen, mint a nem. Így tehát nem elhanyagolható a kétirányosítás ellenzőinek köre, de egyértelműen kisebbségnek számítanak. A zárt kertben élők bekapcsolását a lakosság nagyobb része még kisebb hátrányok esetén is támogatja. Fontos adat, hogy általában és különösen a belterületen kívüli övezetekben melyik órában mutatkozik a legnagyobb igényhullám. Az átkertesek esetében csak napi 3 betétjárattal tervezünk, így náluk feltétlenül el kell találni ezt az időpontot. Ez reggel befelé 7 és 7.30-kor van, délután hazafelé 16-kor. Rengeteg értékes, szabadválaszos javaslat is érkezett. Az így véglegesített dokumentációt a válaszokkal együtt hamarosan újra közzétesszük. Hogyan és mikor bővül a hálózat? Egyelőre a szakmai tervezői álláspontról tudok beszámolni. Szeptembertől 2 helyett 3 jármű szállítja az utasokat csúcsidőben. Napi 10 ellenirányú járat indul el. Be lesz kötve a Csodaszarvas utca 2, lassan 3 boltja. Egy reggeli, egy kora délutáni és egy délutáni betétjárattal be lesz kapcsolva a Katalin-hegy, a Pecató és az Ürge-hegy. A zárt kertes bekapcsolást illetően óvatosságból azért meg kell jegyezni, hogy ez most egy próbálkozás. Ha az utasigény a próbaidőszak hónapjaiban esetleg mégis küszöbérték alattinak mutatkozik, akkor a költséges betétjárat minden áron való fenntartására persze nem kerül sor. Ami a menetrendet illeti, a fő prioritás az iskolák napirendjére hangolás, a második prioritás a vasúti menetrendhez hangolás. Ilyen módon a menetrend és a vonalhálózat bonyolult lesz, ez a lakosság érdekei miatt van így. Ezért előre elnézést kérünk, a megtanulása a menetrendnek talán nem lesz egyszerű. Kettő dolog, amit leginkább eredményesen használni lehet a közlekedés szervezési eszközök közül, a kerékpáros hálózat mellett a helyi közösségi közlekedés kiterjesztése. Biatorbágy nagyon dinamikusan növekszik, ahhoz, hogy élhető maradjon, valamit mindenképp tenni kell. 5-10 év múlva jelentős tömegű iskolás diák jelenik meg a városban. A város térszerkezete közlekedési szempontból átalakul, szétterül a város. A tervező tím nevében ezúton is hálásan köszönjük a lakosságnak az aktivitást és a válaszokat.